Skoda újkörű történetének első generációs változatához képest hatalmas utat járt be, egy viszonylag egyszerűbb konstrukciótól jutott el, gyakorlatilag nyugodtan mondhatjuk a prémium kategóriába. Ennek az útnak igen jelentős mérföldköve lehet éppen ez a Skoda Octavia RS, hiszen minden idők leggyorsabb szériában gyártott Skodája ez. Összesen egyébként kétféle motorral gyártják, a 2 literes dízellel, 184 lóerőssel és tesztünk alanyával egy közvetlen befecskendezéses benzines 220 lovas turbóval. Az alapelképzelés lényege, hogy egy alsó középkategóriás kocsiból hogyan lehet egy olyan sportautót csinálni, ami menet tulajdonságaival kiemelkedik a mezőnyből, ugyanakkor megtartja azokat az előnyös tulajdonságokat, mind térben, mind hasmagasságban, utazási kényelemben, amit ez a karosszéria alapvetően kínált. Ebből a szempontból az Octavia RS teli találat, a szuper alacsony gumikkal, 225x40 R18-asokkal olyan hasmagasságban maradt, ami megtartja azokat a jó tulajdonságokat, ami a városban kihasználható, viszonylag kényelmes a beszállás is, és jól körültekinthető is, mert elég magasan ül a vezető benne. A mindennapos használhatóságnak talán az alap pillére az úgynevezett módkapcsoló, amivel a normál, a sport, az eco és az egyedi beállításokat lehet kiválasztani. Ebből következik az, hogy normál üzemben teljesen normális autóként viselkedik, igaz a felfüggesztések ilyenkor is egy kicsit keményebbek, sportüzemmódban kifejezetten sportosra hangolódik, a kormányerő megváltozik, a felfüggesztések csillapítottsága, a gázpedál reakció, az eco állapotban, az eco állásban pedig kifejezetten a takarékosságra törekszik. Az egyedi beállítások pedig lehetőséget adnak arra, hogy a különböző beállítás formák közül szálazgassunk, hogy úgy állítsuk be a futóművet, ahogy akarjuk, a kormányerőt úgy válasszuk meg, és az egyéb paramétereket. A beszéd közben persze érdemes a képre nézni, látszott, hogy milyen plüssözött, finom kéderezése van az ajtónak, kifejezetten prémium minőségben. Itt a felső ajtószegély látszik, ami ugyan nem prémium, mert egy kicsit kemény, de a kivitele és különösen az alatta lévő résznél, a kilincsnél, az ajtó burkolaton nagyon látszik az a magas minőség, ami ebben a kategóriában nem átlagos. A sportosnál hangolt autóknál persze az öröm forrása elsősorban a motor, itt a 220 lóerős, 4 hengeres, 2 literes benzinesről el kell mondani, hogy 4500-tól adja le ezt a teljesítményt, de ami talán lényegesebb, hogy 350 Nm-t diktál 1500-as fordulattól, ami igen jó gyorsulási értékeket, nagyon jó dinamikát ad, és ehhez tartozik egy olyan 6 fokozatú dupla kuplungos váltó, amelyik normál fokozatban is rendkívül jól dolgozik, de különösen sportfokozatban téve azonnal látszik, hogy jobban vezet, mint egy átlagos vezető, akár gázfröccsökkel képes visszakapcsolni, tévedhetetlenül találja meg a megfelelő fokozatot hegymenetre, lejtmenetben, fékezéskor azonnal visszakapcsol, és itt látszott a sebességváltó karon, illetve a kormány alatti billentyűkön, hogy ugyanakkor kéziváltásra kapcsolva billentyűkről, illetve magáról az előválasztó arról is viszonylag gyors reakcióidőkkel, sőt sportálásban nagyon jó, nagyon gyors reakcióidőkkel kapcsolható. Ennek a 6 fokozatú váltónak a kuplungjának a szerepét két olajban futó lamellás kuplung játsza el. Ezek nagyon finoman dolgoznak, külön előnye az, hogy hirtelen gázadásra szinte rántásszerűen indul el, automata sportos autóknál mindig egy kicsit zűrös az elindulás, mert általában nagy a késlekedés, itt egyszerűen ha rálép az ember a gázra, akkor leszakítja a fejét, annyira el tud indulni. Közben a képen az látszik, hogy hogyan lehet az egyedi beállításokat kiválasztgatni, el lehet böngészni rajta, hogy mennyi beállítási lehetőség van. Ami az utazási kényelmet, a vezethetőséget javítja, itt van ez a két sportos első ülés, kifejezetten kényelmes, kicsit tolakodónak néz ki, de annak ellenére nem tolakodó. A belső kényelemhez hozzátartozik az, hogy rengeteg pakolási hely van, itt látszik, hogy itt van egyébként a CD lejátszó, hűthető, a kesztyűtartó, és ami lényeges, jó nagy hely van benne.
Ha már az előbb a motort ecseteltük, említsük meg, hogy 6,8 másodperccel a gyorsul 100-ra, 245 km/h a végsebessége, a fogyasztása városban 8,1 liter, országúton 5,4, 6,4 a vegyes fogyasztása, mondanám sem kell, hogy a fogyasztása a valóságban 14 liter volt 100 kilométerenként, ezt lehet nyugodtan városi fogyasztásként venni, de maga a komputer is, nem sokat tévedhettünk, 12 liter per 100 kilométert mutatott. Amit korábban az utazási kényelemről mondtuk, az itt most képekben is megjelenik. A 2680 mm-es tengelytáv bőven enged helyet az utastérben. Látszik, milyen hatalmas a tér, még a belmagasság is jó. A középső merevítő ugyan egy kicsit magas, de látszik a tértávolság is nagyon kényelmes. És térjünk vissza egy kicsit, a műszerfalra nagyon finom anyagokból épül, és tévedhetetlenül olvasható. Kicsit beszéljünk a felfüggesztésekről, elől MacPherson felfüggesztések vannak, hátul összetett spirálrugós rendszer, alapvetően nagyon finomak a felfüggesztések, kifejezetten sportra hangoltak, kicsit azt is mondanám, hogy még a komfortállásban, a normál állásban is egy kicsit kemény. Itt nézzünk a csomagtartóra egy pillanatra, hatalmas a tere, 590 litertől 1580-ig bővíthető, teljes értékű pótkerék is bőven belefér. Az átemelési magassága nyilvánvalóan túlságosan magas, még említsük meg, hogy oldalról ez az autó limuzinnak néz ki, négy ajtósnak, szedánnak, de valójában a teljes hátsó rész az üveggel fölnyílik, óriási módon megnövelve a csomagtér kihasználási lehetőségét. A felfüggesztésekre még annyiban érdemes visszatérni, hogy ahogy mondtam, minden állásban egy kicsit kemény, viszont nagyon-nagyon jól szigetelt, ami érdekessége és nagyon sok autót ma jellemez, hogy egy úgynevezett fehér zaj jelenik meg benne, jobb szót erre nem tudok mondani, ami azt jelenti, hogy igazából teljesen zajtalan, de az ember a dobhártyájában állandóan hall egy ilyen egyfajta idegesítően jelenlévő mormogás zaj. A kormányáttétele a 2,2 fordulattal finoman sportos, agilisek a fékek, a kanyarodási stabilitás segíti a különleges XDS kitörésgátló rendszer, és van hozzá egy elindulás segítő rendszer, aminél ha az előválasztó kart sportállásba tesszük, a kitörésgátlót és a nagyon jól működő start-stop rendszert kikapcsoljuk, akkor a fékretett bal láb mellett, ha jobbal tövig nyomjuk a gázt, a fék felengedésével bárki gyorsulási bajnokká válhat. Persze az e fajta kijelgésnek megvan az ára is, a Skoda Octavia RS ebben a limuzin kivitelben a benzinmotorral 8.826.000 forintba kerül.